Nem csak a májusi, az áprilisi eső is aranyat ér, mondják a gazdák. Az őszi és a tavaszi vetés is szépen alakul, inkább a kártevőkkel kell vigyázni. Most pedig megvérem a csapadékot. A tegnap délután is az éjszaka, lássuk mennyi esett. 1,1 liter a csapadék mennyiség, ami a tegnap délután is az éjszaka esett. A lehető legjobbkor jött az eső, épp akkor, amikor kezdett aggasztóvá válni a csapadék hiány, mondja Miklós Gyula agrármérnök. A természet most erőre kaphat, ám a továbbiakban is sok esőre lesz szüksége a növényeknek. Az őszivetés jól telelt, inkább ezek a kis fehér lyukak okozhatnak gondot. A sikerült a tápanyag utánpótlást is megoldani, legalábbis az én farmomon, és nagyon jól néznek ki. Nagyon erősek a kártevők támadásai, például a vetésfehérítő bogár, az úgynevezett léma szinte minden parcellában jelentkezik. Épp ezért a gazdatársaknak mondanám, hogy figyeljék meg a gabonáikat, mert szinte mindegyikben a vetésfehérítő ott van, és az akkora károkat okozhat, hogy a termés javarészét elviseti. Miklós Gyula egyébként 1987 óta vezeti ezt a füzetet, ahová minden fontos dolgot feljegyez, ami a gazdaság körül történik. Most épp a kökény virágzásának időpontját rajzolja be. A kökény egy biológiai hőmérő. Akkor virágzik, mikor a talajban a hőmérséklet eléri 8 fokot. Ahogyan azt a néphagyomány tartja, jöttek is a hűvös, szeles, esős napok, amelyért kifejezetten hálásak a gazdák. A tavaszi vetés egy része is a földben van már. Egy őszi és egy tavaszi vetés van itt egymás mellett. Ezt a búzát októberben vetették el, és azt mondják a gazdák, hogy elég szépen fejlődik. Itt pedig olajlen van, ezt március 20-án ültették el, és most kezdett el kibújni. A magjából teát lehet főzni, amelyet a fogyni vágyóknak ajánlanak. Legtöbb helyen már elvetették a tavaszi árpát és a búzát, hamarosan következik a szója, a kukorica, majd a köles.